balatáni kerékpár túrára indulok. Nem nagy távolságokat akarok menni, de kisütött a nap. Ezért muszáj egy kicsit mozogni. Három napig benne ültem a szobába, esett az eső, és ez így elég rendesen megviselt. Hát első körben most így megyek ma olyan is, hogy nem burkolt útszakaszon. Ez egyben egy gumiteszt is. Sajnos szétment a Ruben a gumi, amit használtam ideig. Úgyhogy most egy kicsit beruháztam is. Continental sikerült, mondjuk nem is tudom, megtettem bele energiát, de most megpróbálom megkérdezni azt a levetőjét. Nem akarom elkiabálni, de az a gumi ez jól teszi a dolgát. Nem süllyed, nem kóvályog a bicikli alattam. A vastagságához képest könnyű fogni még. Egy ilyen poros úton is, ellenben tényleg komfortos. És haladós is, mert a sebességet simán, nyugodtan, lazán tudok tartani vele a földes úton. Úgyhogy egyelőre a benyomásaim azok nagyon pozitívak. Hát meglátjuk, hogy majd a defektvédelmi rendszer az mennyire működik. És hozza tőle elvárhatót. Na hát, közeledik a nyárádi templomtorony. Igazándiból tényleg nagyon sokat le lehet így vágni. Na most van egy olyan tervem is egyébként a jövőre nézve. Tervezem, hogy egy földes úton eljutni nyára Villányig. Nem tudom, ez mennyire kivitelezhető, de majd kiderül. És onnan elmenni Siklós Mária gyűd, mert Tenkesről Rainbuzi ledudál a földes útról. Biztos sietős dolga van, hogy kapna az effektet, vagy törnek ki a dengeje. Nem kívánok neki rosszabbat, de majd akkor én is csengetek mellette. Na mindegy, jön még kutyára kamion. Szóval Siklós Mária gyűd érintésével szeretnék fölmenni majd a Tenkes hegyre a kilátóhoz, és lehet, hogy akkor ezt a földes utat fogom választani. Itt van a híd gyermekkorunkban. Ide jártunk kis motorral még. Lehet, hogy volt, akinek nem is volt jogosítványa, de itt a földesen tökéletes kis gurulásokat csináltunk a Simpson Babetta és hasonló szörmedvényekkel. Akkor menjünk tovább. Na hát, beértem Nyárádra. Hát ez a földesen egy tízes. Nem több. Thank you.
tearing away. Pieces are falling, I can't seem to make them stay. Most a boly villányi kerékpárút megkeresése. Újba vagyok. Park utcába. Ahol innen lehet rákerülni a kerékpárútra. Megtaláltam. Villány. Elég jó ki van táblázva, tehát azt mondom, hogy eltéveszteni nem lehet. Viszonylag egy egész jó minőségű szántóföld mellé épített kerékpárútról beszélünk. Elég szép panoráma követi a kerékpárutat. Igazán a kerékpárút követi a tájat, de mindegy. Túl vagyok az első 20 kilométeren. Igazándiból, mikor olyan ráérős túrázásban vagyok, akkor 20 kilométerenként azért csinálgatok egy-egy pihenőt. Olyan itt vége az útnak. Nem, csak egy jó kis lejtő lesz. Hát 20 kilométerenként csinálok egy pihenőt, de most nem állok meg, mert egyrészt nem vagyok még fáradt. Felgyorsult a gép. Ez egyrészt már nem vagyok még fáradt, másrészt meg nem tudom még, hogy hogy alakul a terv, hogyha itt azt a bolyvillányi szakaszt letudtam, úgyhogy van még időm, akkor kerekeznék. Mindegy, nem vagyok fáradt, ezért nem állok most még meg, majd talán 30 körül megállok, 30. kilométer környékén. Nagyon szép. Nem tudom, mennyit ad vissza a kamera. És bolytól ez igazándiból lejt egész szépen, tehát még azt is mondhatnám, hogy kényelmes. Persze ennek meg lesz majd a böjtje, mint ahogy ezt tudjuk már. Alpesi hangulatú
tejénkarány, holstein fritzek. Hát erről muszáj képet csinálom, pillanatra megállunk. Ez nagyon tetszik. El vagyok ájúl. Kisbudmér irányába kell fordulnunk, hogy tovább folytatódjon az út. Az útvonal vezetése még mindig, azt mondom, hogy szép. Nagyon szép. Vadregényes tájak. Igazándiból egy szellemfalu jellege. Faluból mindjárt jön a boom, szép kis emelkedő. Hirtelen jobbos kanyar, és már fönn is találjuk magunkat a kaptatón. Nem baj, kell ez, föntről úgyis minden szebb. Na és akkor, nyilván nem véletlenül ez az út a kerékpárút. Gyönyörű szép táj, már itt takácos, elég jó betakarmos, de majd talán mindjárt ott láthatunk valami melyecskét belőle. Átlátni egyébként, csak a kamera nem biztos, hogy fogja látni, ahogy haladok, de átlátni, tehát lehet látni így a, úgymond a völgyet. Hú, de be van nőve ez. Tetszik ki. No.
Kisjakabfalván voltam ott, ide gurultam be. Rövid kis falucska. Kabócák. Tessék csak figyelni hangokat. Na ezért megéri biciklizni. Ez az a természeti szépség, ami néha leírhatatlan. Ezek a hangok, ez a nyugalom. Ez iszonyat. Kórus. Most megpihenek. Úgyis túl vagyok már a 30. kilométeren is. És pihenő. Akkor most villány. Fülemüle csárda. Marci. Nagy álma, hogy egyszer ide eltekerünk. Hát oda-vissza 60 km, múltkor 40-et letekert. Úgyhogy már nincs messze. Elhagyom a villányt. Három folyó túraútvonalon folytatom utamat. Villányról csak annyit, hogy itt az Isten a bor. Mindenki valamilyen szinten kapcsolódik a borhoz. Vagy szőlőtermesztéssel, bortermeléssel, vagy kereskedelemmel, hatalmas. Üzemek. És hát ilyen nyitott pincék, de ezt egy előző túrámban még már mutattam. Be is ültünk, Hugival ittunk két jófajta vörösbort. És akkor most úgy döntöttem, hogy hát Siklós irányába veszem az utamat. Szerintem a szoborparkot most kihagyom. Mindenhol érik a szöllő, illetve növekszik, még nem érik. A nyár vége felé, aktuális. Mivel még elég jó kondiba érzem magamat, ezért kicsit megtoldom a túrát.
fordultam Bremen felé, és akkor úgy döntöttem, hogy átmegyek Horvátországba, aztán Bélmalomtól felé veszem az irányt, és utána udvarnál visszajövök Magyarországra és Mohács. Ezt találtam most így kihirtelen, hát fél egykor indultam el az útra, most nem tudom már mennyi az idő, de lehet, hogy késő lesz, mire megérek, mert hazaérek, majd meglátjuk. Erre még nem voltam Horvátországban, ezen a részen, úgyhogy kíváncsi vagyok az útra, meg hogy mennyi kamion, meg ilyesmi lesz. Lassan elhagyom a Bremendi cementgyárnak a területét, mellette vezetni utat, és akkor Bremendi határa átkelő fog következni. Jöttem Bremenbe. Aki motoros, itt vagyunk. 51. kilométernél vagyok. Vizem még van. Elvileg innen 15-nél több nem lehet még a mostra, úgyhogy nem is lesz olyan nagy dolog. Hát különben ott is élnek emberek, úgyhogy... Hát átjöttem Horvátországba akkor, és akkor... irány Bélmalomtól. Kopács rét innen is 35 km. Parányszkó. Hát igazándiból most a szántóföldek uralják a forgót. Szántóföld uralja a látképet. Bélmalomtól irányába veszem az irányt. Igazándiban nem indultam volna ilyen későn, délután, mondjuk délelőtt, még ezéket megkockáztatnám. Tehát most már 58. kilométer, ezék még egy 30, utána az az 50 még. Hát az már nem kéne,
tekergünk, aztán hol lesz. Elég kellemetlen északi szél van, ezért egy jó pár kilométer lesz, ami észak felé megy. És Horgászló falu közepén. Egy térkép nem ártott volna. Félmalmsztoron próbálok kievéckéni. Szerintem ott kell balra mennem. Vagy nem. De az biztos, majd meglátjuk. Szerintem ez a főút, szerintem ez kanyarodott fő most Magyarska felé, de majd mindjárt ki lesz írva valami biztos. Kicsit hazám, meg hát a szél is. Jó indikátor most. Észak-keleti szél. Lehet, hogy szerencsém lesz. Valami horvát ünnep lehet, hogy mindenhol kint van a zászló. Annak megígértem, hogy kijutok a területről, akkor lakott területről, akkor megállok egy kicsit, mert hát 74. kilométernél tartok, és 30 kilométer útnél pihentem egyet, és már kezdtem egy kicsit görcsölgetni, meg hát nem nagyon iszok, tehát most le kell üljek és inni kell, mert több literre rúg ilyenkor a hidratáció, és én meg fél liter vizet ittam meg, tehát bot ittam jócskán, megnyomtam egy kis cukrot is. Kex ilyenkor legjobb, szerintem, állítom. Jó reggelt, kex, csokis. Iszonyat módon helyre ott tudja hozni az embert. És akkor lenyomjuk még ezt a jó pár kilométert, ezt hazamegyünk.